Több a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatos felhívást tett közzé a polgármester. Dr. Csáky Andráshoz jelzés érkezett, hogy az egyik ceglédi hipermarketben zsúfoltság van, nem ellenőrzik, hány bevőt engednek be egyszerre. A polgármester azonnal lépést tett az ügyben. Jelenleg még a városban nincsen igazolt, teszttel igazolt beteg. Nekem nincsenek illúzióim, hogy nincs senki, aki hordozza a vírust. Biztos, hogy ugye az epidemiológiai adatok alapján vannak közöttük vírushordozók, csak ő maguk sem tudják, hogy a vírust hordozzák. Pont azért fontos betartani ezeket a szabályokat, amit korábban az egészségügyi minisztérium kiadott, hogy lehetőleg egy zárt térben csak megadott mennyiségű ember legyen jelen, és ezt a 1,5 méteres távolságot tartsuk be, mert ezzel tudjuk megelőzni, hogy cseppfertőzéssel esetlegesen a bajokat átadjuk egymásnak. Én ezt a említett hipermarket vezetőségét fölhívtam, kértem a segítségüket, azt mondták, hogy intézkedni fognak, és majd tájékoztatnak. Hát azóta is várom az intézkedést is, meg a tájékoztatást. A vásárlási szabályok betartása nem csak az üzletekben, a piacon is fontos. A zsúfoltságot elkerülvén döntöttek úgy, hogy az előző évek gyakorlatától eltérően nagypénteken is nyitva lesz a piac. Pont azért, hogy ne szombatra terhelődjen minden vásárlás, ezért a várvag javaslatát elfogadva úgy döntöttük, hogy idén nagypénteken nyitva lesz a piac. Ugyanúgy rendőrök fogják felügyelni, meg a piacfelügyelők a forgalmat. Nagyon szépen kérem, hogy ebben legyünk partnerek mindenféleképpen, csak meghatározott számú ember legyen bent a piacon. A veszélyhelyzet alatti időszakban tekintsünk el attól, hogy a piacon nézelődünk, megállunk beszélgetni. Csak annyi időt töltsünk ott, amennyit feltétlenül szükséges, kéri a polgármester.